kiírta a pályázatait a Tartományi Művelődési Titkárság. Köszöntöm a stúdióban Juhász Attila segédtitkárt. Jó estét, jó napot! Többek között a könyvkiadásra, nagy rendezvényekre, filmkészítésre is lehet pályázni, és egy külön kiírás jelent meg a Nemzeti Közösségek intézményei, szervezetei számára. Konkrétan mire lehet pályázni, mire pályázhatnak a mi intézményeink, szervezeteink? Mintegy 250 millió dinár kerül majd így kiosztásra, még egyelőre nem tudjuk a konkrét kereteket, mert a tavalyi évtől, a tavalyi évvel lépett életbe az új művelődési törvény, amely szerint október hónap folyamán a művelődési pályázatokat ki kell írni mindazoknak az állami intézményeknek, állami szerveknek, akik pályázatokat írnak ki. Így ez a tartománynak fontos, is. Hogy ez a pályázati kiírás az a jövő évre vonatkozik, tehát a szervezetek a jövő évi programjaikkal, rendezvényeikkel tudnak pályázni az elkövetkezendő időszakban. Sok éves gyakorlat volt az, hogy minden év elején volt kiírva a művelődési pályázat, már a tavalyi évben is októberben írtuk ki a pályázatot. Tehát ezen túl október lesz az a hónap, amikor a jövő évet el kell dönteni, mit akarunk pályázni és hogyan. Igaz, hogy a költségvetés tervezés még sehogy se áll, még a költségvetés módosításán gondolkodik a tartományi parlament, de a művelődési pályázatok ki vannak írva 7 témakörben. Pontosan úgy fogalmaznék, hogy a szernyelvű könyv és folyóirat kiadásra. Itt egyértelmű szerb könyvkiadók jelentkezhetnek. Van a kisebbségi nyelveken könyvkiadásra és folyóirat megjelentetésre. Ez a mi számunkra is nagyon fontos. Tehát, hogyha egy művelődési egyesület például ki akarja adni az ő almanachját, akkor erre a tételre tud pályázni? Pályázhat, de viszont itt már a hagyományos folyóiratokról van főleg szó. Értem. Egy folyóirat alatt értjük például a Bácsországot, vagy az Aracs folyóiratot, tehát nehéz egy művelődési egyesület kis helyi folyóiratával vetélkedni ebbe a kategóriában, de megpróbálhatják. A döntés most az idei évtől a folyóirat és a könyvkiadás terén is a Nemzeti Tanácsra fog tartozni. Ez azért fontos, mert végre sikerül elérnünk azt, amit a törvényalkotás folyamatába sikerült beiktatnunk a törvénybe, hogy a Nemzeti Tanácsok szerepköre bővüljön, így bővül azzal is, hogy a folyóirat és könyvkiadást is, a tartományi folyóirat és könyvkiadásba is javaslattevő szerepköre lesz a Nemzeti Tanácsra. Tehát akkor mire érdemes a mi szervezeteinknek pályázniuk? Mi az, ami a legfontosabb, és ahol a legtöbb esélyük van? A legfontosabb nekik. Az, ahol a nemzeti közösség hagyományos kultúráját és kortárs alkotó művészetére, ami vonatkozik, a könyv és folyóirat kiadásra, ami vonatkozik. Ezek a legfontosabb tételek. Pályázatonként 7 pályázat van, pályázatonként 4 vagy 5 pályázattal lehet megjelenni. Tehát nagyobb szervezetek több pályaművet is leadhatnak, és fontos azt tudni, hogy 4-én jelent meg a pályázat, október 4-én. Tehát november 4-ig van nyitva ez a pályázat, és a 2015-ös rendezvényekre szól. Tehát, hogyha most pályázat lezajlik, a költségvetés elfogadás után megszületnek majd a döntések, hogy mely pályázók miként, milyen pályázatukra, milyen pénzeket kaphatnak, akkor következik majd be az, hogy januártól már megkaphatják a pénzeket. Tehát akkor most akár már az év elején is pénzhez lehet jutni. Már a Magyar Kultúra Napja is számításba jöhet. Tehát elmondanám azért mind a 7 pályázatot, mert független attól, hogy a mi közösségünk számára, főleg a magyar nyelvű rendezvényeink, a magyar nyelven történő, a magyar kultúrához köthető dolgaink, a magyar hagyományápolás az, ami a legfontosabb, de kortárs alkotó művészeink is vannak. A kortárs alkotó művészetben, amely projektumok olyanok, hogy nem kimondottan nyelvhez kötött, nem kimondottan a közösségünkhöz kötött, nem kimondottan a hagyományainkhoz kötött, hanem valódi kortárs alkotó művészet, például a zene terén, ahol nehéz megállapítani, hogy milyen nyelven is, a fuvolás milyen anyanyelvű. Tehát fújja. Azok már abba a kategóriába is beadhatják pályaműveiket. De ugyanúgy a hagyományőrzés terén van hagyományőrzésre, az ingó és ingatlanok megőrzésére is lehet pályázni. Tehát többféle pályázatunk van, 7 pályázat, van a hagyományőrzés, van a kisebbségi hagyományőrzés és kortárs kultúra, a könyvkiadás, folyóiratkiadás magyarul szerbül, van a film készítésre, és nagyon fontos a könyvbeszerzés a könyvtárak számára, de csak is önkormányzati alapítású könyvtárak jelentkezhetnek erre a pályázatra. Mekkora keretösszeg áll most rendelkezésre a tavalyi évhez képest, illetve az elmúlt időszakhoz képest? Van-e valamilyen emelkedés ezen a téren?
tudni kell azt, hogy itt még nincs keretösszeg. De azzal a keretösszeggel számolunk, amellyel tavaly is számoltunk, tehát az majd 250 millió dinár, 250 millió dinár, egy kisebb községnek szinte az egész költségvetése. Tehát ez egy komoly tétel. Ha a kisebbségi hagyományos kultúrára és kortárs kulturális tevékenységről van szó, amely nem csak a magyar közösségről, hanem a ruszin, szlovák, szerb, mintegy 23 közösség kapott ebből az idei évben pénzt. Ennek a keretösszege meghaladta a 20 millió dinárt. És ebből a magyar közösség kapta el az összegnek felét. Én ezért mondom, hogy nagyon fontos a vajdasági magyar politikai jelenlét minden testületben, és a szakmai szervekben is, hogy ott legyenek a mi embereink, mert így tudunk igazán hozzáférni a mi közösségünk és a kisebbségi közösség iránt is egyfajta érzékenységet felmutatni és érvényre juttatni. Hogyan pályázhatnak a szervezők, hol találhatnak pályázati kiírásokat, hol jelennek meg ezek az űrlapok, hol lehet ezt letölteni, hogyan? A Danasz napilapban jelent meg a pályázat, a következő weboldalon találhatnak, a www.vojvodina.gov.rs honlapon, ott a kulturális pályázatok címszó alatt. Nagyon fontos azt tudni, hogy szerbül van a honlapunk megfogalmazva, és szerb az űrlap, de ettől függetlenül kiki saját anyanyelvén is kitöltheti, mert a tartományi szervekben a magyar nyelv is hivatalos nyelvként van a használatban. Tehát a magyar közösség magyarul is, románul, ruszinul, szlovákul nyugodtan kitölthetik az űrlapokat. Egyedül mondjam azt a viccesen, azt szoktam, hogy az egyiptomi kisebbségtől nem szeretném, hogy a hieroglifákat töltenék ki, mert kvázi egyiptomi kisebbségünk is van Vajdaságban. 23 közösség kapott, tehát ebből Nagyon fontos újdonság az, hogy most ismét a támogatásokat a saját számlájukra kaphatják majd a szervezetek, hiszen az elmúlt években volt ebből egy kis keveredés, hogy kincstári számlára utalt a tartomány, és utána ezzel nehezen tudtak a szervezetek bánni. Ez most hogyan oldódik meg? Hát mindenki a saját bankjánál nyitott számlájával dolgozhat, sőt, egyszerűsítettük a pályázat mechanizmusát is. Nem kell annyiféle űrlap, nyomtatvány, másolatát, fénymásolatokat beszerezni, bizonylatokat. Tehát egy kicsit egyszerűsített, érdemes elolvasni végig a kiírás szövegét is, és az űrlapot is figyelmesen kitölteni, hogy ne ilyen banalitáson csúszanak el a pályázataink. Én nagyon remélem, hogy az idén is legalább annyian fognak pályázni, mint a tavalyi évben. Látszik, hogy növekszik a pályázók száma évről évre. Sajnos keretösszeget most még nem tudunk mondani, hogy mekkora lesz ez a pénzösszeg, amit a pályázatokra szánunk, de ha az ígéretek és az előre látható dolgok megvalósulnak, akkor a költségvetés talán marad az idei szinten, a jövő év is, és talán maradhatnak ezek a támogatások az idei szinten. Fontos azt is tudni, hogy ebből a mai 2 milliárd dinárból, amely a művelődésre megy el Vajdaság szinten, ebből azért vastagon jut a kisebbségi közösségünk számára is, mert például a Szabadkai Népszínház is tartományi alapítású intézmény, a Vajdasági Művelődési Intézet is tartományi alapítású intézmény jó részt, a pénzelését tekintve, úgy szintén a Fórum könyvkiadó is a mi közösségünk számára nagyon fontos, de ezek az intézmények a pályázaton kívül vannak. Kapják meg, tehát ők másként kapják a keretösszegeiket. Így igaz. Akkor még egyszer csak ismételjük el, hogy milyen formában és meddig tudnak pályázni a szervezetek. A weboldalon található űrlap kitöltésével tudnak pályázni, ezt postán juttassák el november 4-éig, az az áros határidő, az utána érkezetteket nem tudjuk figyelembe venni, és akkor a www.kultura.vojvodina.gov.rs honlapon, tehát a tartományi kormány honlapjának a művelődési részlegén megtalálhatják, hogy a pályázatok résznél. Egyébként a titkárságunknál van a tájékoztatás is, tehát ezért oda kell figyelni, hogy a kulturális pályázatok címszó alatt keressék. Nagyon szépen köszönjük a tájékoztatást és a beszélgetést is.